Évről évre nagy a forgalom a Bújtosi Szabadidőcsarnok parkolójában. Az utóbbi években itt tartják Nyíregyházán a hulladékért virágot akciót. Ezek a képek tavaly készültek, de idén tavasszal is hasonló forgalomra készül a THG. Nyíregyháza önkormányzata és a térségi Hulladékgazdálkodási KFT évente két alkalommal rendezi meg a hulladékért virágot akciót, aki különválogatott papír, műanyag, öblösüveg, fém és csomagolási hulladékot, valamint italos kartondobozokat vissza buszacsa parkolójában lévő gyűjtőhelyre utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kap. Az akció ötlete onnan származik, hogy a szakemberek azt tapasztalták, a tavaszi lomtalanításkor a városlakók sok olyan hulladékanyagot és utcára tesznek, amelyek újrahasznosíthatók. Ezért gondoltak arra, hogy megtartják a szelektív hulladékgyűjtő akciót, amely a kezdetek óta népszerű. Több ezer kilogramm, több tonna hulladék kerül begyűjtése. Változó azért évek során, hogy egyik évben több, másik évben kevesebb, de minden bizonyal az emberek, vannak olyanok, akik direkt erre az akcióra gyűjtik a hulladékukat, és elképzelhető, hogy bizonyos években nem sikerült olyan nagy mennyiséget összegyűjteni, de általában tapasztaljuk azt, hogy egy személy jelentős mennyiséget be hozni évente, és ezek a személyek vissza-vissza hozzánk az évek során. 50-60 tonna hulladékot is be tudunk gyűjteni. A tavalyi két gyűjtő akció során papírból 54 ezer kilogramot vittek a városlakók a gyűjtőhelyre, petpalacból 5 ezer, üvegből 10 ezer, műanyagból 2800, fémből 582, italos kartondobozból pedig 268 kilogramnyi gyűlt össze. A tavaszi hulladékgyűjtési akció idén március 16-a és 28-a között tart. A kéthetes akció idején a Buszacsa parkolójában lévő gyűjtőhely hétköznapokon reggel 8 és délután 5, szombaton pedig reggel 8 és délután 2 óra között tart nyitva. A hulladékért virágot akció során kapott utalványok többek között virág, fürdőjegy, de akár színházjegy vásárlására is beválthatók.